valakivel reáblék. Venom nem addig ő sem ég. Mondd, most mit tegyek veled, de nélküled. Bánt a képzelet, átfut a lelkemet. Soha többé nem hagylak el téged. Veled leszek, ameddig csak kérek. Most is hallom gyengén. Soha többé nem hagylak el téged. Veled leszek, ameddig csak kérek. Most is hallom gyengét szívverésed. Koldus voltam, gazdaggá tettél. Napfényem van, ha csüggesz az élet. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Ahogy ígértük a műsor kezdetén, a kedves kolléganőm már elmondta, hogy a Magyar ATV a meglepetések tévéje. Ez a tévé, ami mindig az első között csúcsokat javít, csúcsokat dönget. Most is azt tesszük, hiszen egy olyan valamit szeretnék bemutatni, nem reklám céllal, hanem azért, mert a szeretetéről szól, a szívemből szól, és a magyar televízió közül a Magyar ATV az szerintünk, aki szintén a szeretetről és a szívről szól, és ezért első alkalmat mi ragadnánk meg arról, hogy ezt bemutassuk, ezt a kazettát, és bemutassam azokat a vendégeket, akiket már felkonferáltunk 4-5-szer a mai nap folyamán, és akik remélem alig várják már, hogy találkozhassanak velük. Most éppen látták ezt a kazettát, illetve a CD-t, amit ugye még nem mondtam el a címét, de már a képernyőn megjelent. Engedjék meg, hogy bemutassam Dr. Komárom Istvánt, a dandártábornokot, aki speciál most nem ebből az alkalommal van itt, és a királyt, a königet, a kinget, akit imádok, aki a barátom, akit szeretek, akit tisztelek, és aki a szívemből énekel, a szívemből szól. És ugyanezt tudom elmondani a tábornok úrról, akit ebben az esetben természetesen pistázni fogok, aki ugyanúgy a szívemből szól, ugyanaz hisz, mint a testvérek lennétek, azzal a különbsége, hogy te egy sokkal keményebb szakmából érkeztél, te pedig, hát bár ez is relatív, mert ugye nem sok szoktunk beszélgetni, nem sokkal ezelőtt Jimmy is elmondta, hogy hát elég keményebb szakma nincs, mint a tied, úgyhogy miután már elég bereklámoztam azt, hogy holnap megjelenik ez a kazetta, amelynek te vagy a producere, amiben igazán az a rendhagyó, hölgyeim és uraim, hogy hát a Jimmy nem arról híres, hogy a producer, hanem millió oktávon énekel, és számomra ő a legnagyobb, és ő valóban a király, tehát ez nem csak egy becenév a számunkra, és ugye erről azért mégis érdemes legyen tudni, hogy ez az ajándék természetesen majd, ami a kezemben van, egy telefonálói lesz, aki először betelefonál most hozzánk a beszélgetés alatt, és esetleg akkor a Jimmy-vel szót vált, akkor a távolokúra
veled, Pista, hogy miről, aztán majd azt ő eldönti. De mindenképpen ez a kazetta az övé, de holnaptól ezt lehet kapni, és kérem, vegyék, mert a szívüket fogja melegíteni, és ebben az eldurvult rideg világban azt hiszem erre van a legnagyobb szükség. November 1-jén előtt még talán fűteni nem kell, de már a szívünket nem árt, hogyha elkezdik fűteni. István, valamit mondjál erről a nótáról, ami ezekről a nótákról, amik ezen vannak, hogy születnek meg egy olyan embernek a szívében, a lelkében, akinek nem ez az elhívása tulajdonképpen, vagy nem erről vagy ismert? Hát ezen a kazettán és CD-ben mind a kettő van, ugye 13 dal található, ezeket közösen válogattuk ki, hogy melyik legyen rajta, mert többből nézegettük. Hogy hogyan születnek ezek, ez egy elég érdekes dolog, mert ilyen képekben szoktam gondolkodni, valamilyen élmény érint, tudod, és akkor ezek az élmények egyszer csak olyan váratlanul előjönnek, és olyan egyszerre jön zenében, meg szövegben, nincs külön, ezt már többször úgy beszélgettünk barátokkal is, érdekes, hogy nem úgy vagy külön születnek, egyszerre, ott azonnal, most éjszaka is írtam egy dalt így, hogy szinte egyszerre készült a zene meg a szöveg, az volt a lényeg, hogy valami nagy érzelmi válság vagy öröm érjen, aminek a hatására aztán ez annyira belemarkol az embernek a lelkébe, hogy vissza tud köszönni. Igazából nem is tudom talán megmondani, mert erre talán nincsen tudományos magyarázat, mert ha lenne, akkor a Jimmy nem lenne király, mondjuk, tehát nem tudják megfejteni, hogy de ő van a király, hát úgyhogy most mindjárt azt kérdezem a Jimmy-től, hogy te, aki tényleg arról vagy igazán híres, tehát én tudod, nem vagyok az udvarias típusú riporterek közé tartozó. Tehát én nem akarok udvariaskodni neked, de szóval számomra te jelented a szívet, a szeretetet, a békességet, amire pont most a 21. század előestéjén gyakorlatilag azt hiszem a legnagyobb szükség volna, és a legkevesebb van belőle. Hogy hogyan jutott az eszedbe, hogy te most ebben az esetben nem énekeltél, hanem valakit hozzásegítettél ahhoz, hogy azon a hullámoszon tovább vigyen téged, ha úgy akarom mondani, vagy hozzásegíts valakit ahhoz, aki nagyjából ugyanazt képviseli, amit te. Nézd, ezt megtettem volna igazából előbb is, csak mivel én annyira elfoglalt vagyok, hála Istennek, és annyira megyek a közönségem közé, hiszen mindenki tudja, hogy nálam azért nem arról szól, hogy egy évben egyszer bemegyek a BS-be és ennyi. Bemegyek a BS-be, de én közben az országot mindenkihez elmegyek, minden nagyvárosba koncertezem. Na most a Pistát én megismertem, a Pista barátom lett, és ő neki nem kellett írnom dalokat, hanem megírta azt, amit én írtam volna. Ez nagyon lényeges, mert hogyha ezt az anyagot meg fogják hallgatni, akkor nagyon sokan már így is, akik hallgat, sejteni vélik, hogy hát ezt szerintem a Jimmy írta. Ezt nem én írtam, ezt akkor már írta, a Pistike, Pistu. Ezt ő írta ezeket a dolgokat, és nekem azonnal, ahogy, és ez hogy kezdődött? Összejártunk, család, stb., buli, egy kis isz, pezsgő, kis viszkike, stb., és hangulat. Egy zenész, ha iszik, azonnal hangszer kell. Leültünk a hangszer mellé, és akkor elkezdte a Pista dalait mutatni. És ez bennem nem szállt el. Bennem ez bennem maradt azon az estén, vagy az átmaradott hajnalon, vagy az éjszakán, bennem maradtak ezek a dolgok. És voltak ügyes szösszenései a Pistának, ugye, amikor polgármesterek, vagy mindenki összeült, minden ilyen bimbam főredek összeültek, és együtt énekeltek dolgokat. És nekem abban a dalban, amit ott 5-6-an énekelgettek, 8-an, nekem abban a dalban sokkal mélyebb érzéseim voltak. Én sokkal mélyebbet láttam, mint hogy ez most egy poén legyen, hogy mit tudom, melyik polgármester, meg mit tudom, mi kiével énekli. Szóval sokkal mélyebb, hiszen ő sokkal mélyebbről írta ezt a dolgot, de akkor ez egy baromi jó kis ötlet volt, jó poén. És akkor én úgy éreztem, hogy kellene ez a sráccal, a dalokkal kellene valamit csinálni. Én nem szeretném fölénekelni, mert minek? Tudtam, hogy a Pistával egy kicsit foglalkozom, és mint szerző meg fogja tudni oldani. És akkor elvittem őt egy pár koncertre, ami arról szólt, hogy sportcsarnokos koncertek, tehát Nyíregyházától Pécsi. Bevállaltad? Abszolút bevállaltam. Én ismerem a közönségemet, hogy egy, nem akarok senki sem mozni, de egy nagyon pozitív, nagyon nagy lelkű emberek, akik eljönnek a Jimmy koncertre. És kiválasztottam azt először egy dalt, majd aztán két dalt, amit én úgy éreztem, hogy öreg, én fölteszek a színpadra, mint Komáromi Pista, és olyat énekelj, hogy az embernek a szíve leszakadjon. És ez bekövetkezett. Mondom, 10 bulira elvittem a Pistit, és óriási nagy siker volt. Nem, még hangsúlyozom, a tapsoknak vannak különböző verziói. Van a szimpátia taps,
és van a szívből jövő tarts. Tehát ezeket a dalokat, amit a Pista írt, ezeket díjazták azzal, hogy iszonyatosan sikere volt. Pécsen 25 ezer ember volt a koncertemen, és oda is elvittem. Azért tudni kell, hogy ekkora tömegben már lehetnek ott elbújkáló arcnélkül emberkék, akik x dolgokra képesek, és nem volt arcnélkül ember. Nem bújt el senki, mindenki boldog volt, jó poén volt, örültek neki, hogy ezeket a dalokat elvittem. Most ezt tényleg így szándékosan így mondom, hogy ezeket a dalokat elvittem, és úgy, hogy ő interpretálta. Úgyhogy ez egy nagyon jó dolog volt. Érzem az ember lelkét. Ez Sanyi. Fantasztikus, ne arra ugye, hogy mielőtt megszólalnák, közbe kell vágjak. Én, amíg a Jimmy beszélt, addig te, mint egy bátyra az öccse, vagy mint egy szentre a hívője, úgy néztél föl rá. Ez, erre tudnál valamit mondani, vagy szóval ez valami nagyon furcsa szekund volt ez, ahogy a mi szakmában mondják ezt, hogy ahogy te most nézted a Jimmy-t, ahogy beszélt róla, nagyon furcsa, érdekes látvány voltál. Két dolog is eszembe jutott egyszerre, közben, hogy hallottam a dolgokat. Az egyik az volt, hogy azért ennek az országnak is gondolom az jót tesz, hogyha vannak olyan emberek, akik előjárnak dolgokban, és ezeket az embereket nem biztos, hogy vissza kell húzni és el kell taposni. Hány-hány tudós elmenekült sok 10-20-30 évvel ezelőtt ebből az országból. Most itt ül mellettem az ország legjobb énekese, tudod. Hát most miért ne nézhetnénk föl rá? Tehát most miért kell ezt szégyelni, miért kell eltaposni, most ne haragudjál. Ez az egyik. Ez egyik. A másik, ami eszembe jutott, hogy mondta, hogy elvitt a koncertjeire és egyebek, azért azt ő elfelejtette elmondani, vagy nem akarta szerénységből, hogy ő nem csak zenei producer volt, hanem énektanár is bizonyos értelemben, szóval senki ne higgye azt, hogy én így születtem, hogy én ezeket így el tudom énekelni. Én jártam az Ámbó gimiben. Speciál, én is jártam egy csomó gimnáziumi iskolába, de én nem néztem így a tanáraimra, de mielőtt tovább mennék, ott mutatja nekem a masina, hogy egy telefonálom van, tehát valószínűleg valaki ezt a kazettát megnyerte. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, Gál Istvánné vagyok. Örülök. Mi a keresztneve, édesem? Marika. Marika, kedves. Ezek szerint maga volt az első telefonáló, úgyhogy ezt a ajándék című kazettát ugye ajándékba adjuk Marikának. És Marika, remélem, hogy nagy szeretete fogja hallgatni. Nem lehetne CD-t? CD-t? Igen. Én megkérdezem itt az alkotókat. Itt nagy bólogatás zajlik, úgyhogy a tábornok úr azt mondja, hogy igenis lehetne. Tehát ez a CD valamilyen módon ide fog kerülni, és a CD-t el fogjuk küldeni. Akar esetleg Marika a Jimmyhez, vagy a Istvánhoz szólni, vagy valamit kérdezni? Igen, szeretnék a komáromi művész úrtól, hogy hol lehetne őt élőben látni már. A Pest megyei koncertben. Igen, erre azt tudom válaszolni. Érdekes, ezt mostanában sokan megkérdezik. Itt a Jimmy az előbb utalt rá. Én nem nagyon szeretnék így mindenféle koncertekre elmenni, nem is tudom engedni az időm. Ez egy nagy megtiszteltetés nekem, hogy az Ámbó Jimmy koncerten vendégként egyáltalán ott lehetek. Azt mindenképpen, ha lehet, akkor nagyon szívesen, amikor a Jimmy úgy gondolja. Egy-két jótékonyság van ezen kívül, amit elvállalok. Én azért mentem bele ilyenben. Most például lesz majd a Rendőr Fitness Gála. Rendőr Fitness Gála lesz Kaposváron a Mr. és Miss Zsaru a sportcsarnokba. Oda elmegyek, de azért, mert az jótékonysági. Tehát egy-két ilyen nagyon-nagyon jótékonyságit is, ilyen különleges. Meg az ATV-n, azon lehet majd most. Igen, hát meg is van az előző két CD-je önnek, nekünk azért szeretném ezt a harmadikat is CD-be. Marika, három a magyar igazság, úgyhogy itt együtt mosolygunk, a CD az öné, és csak idő kérdése, köszönöm, hogy hozzájusson. Köszönöm, hogy hívott minket, és továbbra is nézze a műsorunkat, és legyen ami továbbra is a kedves néző. Vagyunk. Igen, oké, köszönjük szépen, játszom máskor is. Az előbbi az engedd meg, hogy hadd a meglepetésedhez, és hogy ebben a világban elég kevés az a... Tehát ahogy a Pisti... Ugyanis ez a meló, ez egy iszonyatos, hogy nem akarok itt krémezni, ez egy nagyon nagy munka volt ezt megcsinálni. És képzelj el egy totálisan amatőr énekes, amatőr embert, akinek baromi nagy a lelke, hatalmas szíve van, és van egy született adottsága a torkában egy hangszál, de köze nincs az énekléshez. Ez egy iszonytatos, tehát néha olyan gonosz voltam idézőjelben a stúdióban és a korepetálás közben, hogy
Ez nem jött volna, figyelj, ha a Pistában nincs meg ez a zenei alázat, ami ahogy ő néz. Tehát, igen, ha nincs meg ez benne, történt, akkor igen. Én nem tudtam volna ezt a lemezt befejezni, mert én feladtam volna. Ha nekem egyszer beszólt volna a Pista, hogy te Jimmy ki, hát azért ne kóstogass, hogy én a tábornok vagyok, mert fele tudja mi, érted? Akkor azt mondta, hogy öreg, akkor tudod mit? Hogy csináltas a Teve utcában a CD-t, érted? Tehát ez nagyon kellett az, ami neki itt bent van. Ja, ez nagyon nagy dolog. A dolog ja. Erről szól. Ezért tudta ezt megírni. Tehát ez volt az az ajánló levele, amitől én azt mondtam, hogy a nyaramnak a felét hangsúlyozom ingyen is bérmentve, ezt megcsinálom ezt a CD-t. Mert a dalok annyira értékesek, ja. Hogy ezt meg kellett csinálni. És egy ragyogó ember. Ha nem, akkor majd elmondom. Igen, szóval egyszerűen ez fantasztikus, hogy ahogy te is beszélsz róla. Szóval ilyen párosításban én életemben nagyon sok ezer emberrel beszélgettem kamerában, kamerán kívül is. De mintha ilyen szellemi testvérek lennétek. Ez valami nagyon furcsa dolog, hogy minden udvariasság nélkül beszéltek egymásról. Azt is, arra is figyelek, hogy hát mi a puder benne. Igen, nincs benne se kipsz, ez nincs benne. Egyszerűen a szívetek összeér, és én ettől annyira meg vagyok hatodva, hogy szinte alig tudom folytatni ezt a beszélgetést, mert ez valami, amit az elején elkezdtem, ott még egy kicsit magamnál voltam. Tehát egyszerűen ez a fajta ság, szóval ti belőletek kopírozni kéne 10 000-et, 100 000-et, 1 000 000-t, mert ez így nem fog sokáig menni. Tehát, hogyha ti kihaltok, tehát ezek a bölények, mint akiket ti képviseltek, akkor itt valami embertelen dráma lesz. Te ugyanez vagy, eljöttél a sajtónekövesztetőről, meghallgatod a dalokat, az enyémet ismersz engem. Így van. És ugyanezt mondod, amiről énekelek, amiről ő énekel, hogy percek alatt meg tudnánk egymást változtatni. Rajtunk múlik. Na most te ezzel, hogy azt mondtad, hogy félretolok mindent, és én ezt igenis akarom, hogy az emberek ezt hallják meg, ezzel ugyanazt akarod, amit mi. Hogy másképp... Hogy tudjuk elintézni? Te szerintem sok ilyennel, mint te vagy, érted, aki azt mondja, hogy figyelj, ennek a dolognak olyan értéke van, ami az emberségről szól, erről, hogy gyerekek egymásért vagyunk, és nem egymás ellen. Ha sokan így fognak hozzáállni, mint hogy te, de nincs probléma. Adjál tippet, figyelj, most téged egy abszolút közelibe megpróbálom elintézni, hogy a rendező megmutasson, abszolút közelibe. És egy percig beszél azokhoz az emberekhez, ők pontosan, akik látnak, itt legalább 2 millióan fognak látni. Nem. Beszélj, mi ez, egy kicsit fogalmazd ezt pontosabban meg, mert hiszem, hogy egy csomó ember előrehajol most a képernyő előtt, és valami olyat hallott, amit ma nem nagyon lehet hallani. Lehet, hogy nem értették jól. Na most ahhoz szerintem, hogy annyira közelében legyen. Szóval én úgy hiszem, hogy az a pár millió ember, aki olyan 6 millió körül, akiknél az én lemezem van, én úgy hiszem a dalaimat ismerve, ők ismerik a dalaimat, tudják, hogy nem egy nem feltétlenül hazug ember vagyok. Tehát ők szerintem el fogják hinni, hogy... És most nem akarok semmiféle hit dologra áttérni, de egy picit áttérek, hogyha... Ugye beszélünk, hogy a paradicsomba kellene élni. Hát igazából, hogyha, és mondom, semmilyen szektának nem vagyok tagja, én hiszek a Jóistenbe belülről. Amen. Így van. Akkor nézd, hogyha csak a felét úgy élnénk, mint ahogy a Bibliában meg van írva, akkor itt volna a paradicsom. Érted? Tehát nem kellene keresgélni, hanem akkor itt a paradicsomba élhetnénk. Tehát, hogyha nem volna ennyi negatív. Igen, azt hiszem, hogy Pista, igen, látom, te is bólogatsz, ugye, hogy miről is van szó. Jézus ugye sok-sok parancsolat van, de Jézus az a legnagyobb parancsolatát, amikor elmondta, akkor csak egyetlen egyet mondott. Az, hogy szeresd fele barátodat, mint te magadat. És ha én szeretnélek téged, és szeretlek téged, akkor soha nem akarok neked rosszat. És ha szeretem a Komáromit, akkor soha nem akarok neki rosszat. És ha szeret engem, soha nem akarhat nekem rosszat. És ugyanezt mondhatom el a nézőkről. Tehát ha ez a szeretet fűzni össze az embereket, akkor valóban a paradicsomban lehetne élni. Segíts ebbe nekünk, énekeld ezt el a nótát. Nem tudom, hogy van-e alkalom arra, ott van egy mikrofont, nem beszéltük meg tényleg, hogy pici kis helyedben. Igen, van egy dal, ha megengeded, van egy dal, amit én szeretnék, így a hármunk szíve helyett. Szeretném, hogyha Pista elénekelné, jön a november 1-je. A legfájóbb és a legszentebb ünnep. Ami arról szól, hogy mindannyian elvesztettünk olyanokat, akiket nagyon szeretünk, és bízom abban, hogy ők ott vannak velünk, és föntről figyelnek minket. És helyettem,
Pista énekelje ezt a dalt, ami végül is erről szól, hogy elmentek nagyon messze, és azért velünk vannak. Pista, megtennéd, hogy elénekeld? És én meg hagyj igényem meg a nézőknek, hogy ezt a nótát mi eltesszük. És amikor eljön az a pillanat, amiről Jimmy beszélt, hogy emlékezni fogunk azokra, akik elmentek, akiket szerettünk. Úgyhogy István, úgy énekeld el, hogy ezt mi a halottak napján mindenképpen megismételjük. Egy picit emlékezünk valóban, hozzuk előrébb ezt az ünnepet, hisz valahol mindig egy ünnep azokkal, akiket szerettünk együtt lenni, legalábbis lélekben, hogy hozzuk egy picit előrébb ezt az ünnepet. Lehet, hogy nem egy nagy diszkós, nem egy ilyen rappolos nóta, reppelős nóta, de mindenképpen ebben a beszélgetésben ez illik ide. És gondolkodjanak el, kedves nézők, és a szívükkel hallgassanak, most ne a fülükkel csak, oké? Parancsolj! Itt állunk mind, úgy hallgatunk, mit mondhatnánk, nincs szavunk, szíved nem ér, hová lettél, egyedül mentél, már csak emlék, kedves aki. Úgy nevettünk, nem oly rég, tiéd sok tár velünk maradt. Itt voltál, igaz, most búcsúzunk, most búcsúzunk, most sírhatunk, most sírhatunk, nem ölel a két karunk. A mélybe zár, bennünk élsz tovább. Fagyott a föld, a mélybe zár, bennünk élsz tovább. Megrendülten gondolunk rád, nem hiszük el, hogy nincs tovább, lehúnyt szemed, nem látja már. Mindenütt virág, kint alszol majd a hideg télben, eszünkbe jut néha éjjel, nem vagy többé. Hajtapsoljanak meg, igazából
Ez egy olyan nota volt, amiről tényleg nincs is mit mondanom. Úgyhogy csak annyit, hogy azért nekünk még van tovább. Még legalábbis az időből is engedélyezek, egy kicsit beszélgessük még. Könyv van a szemedbe, Pista. Ennyire belülről énekelsz mindig? Hát, mondhatnám azt, hogy a reflektor teszi, de nem volna igaz. Tudod? Igen, az ember azt gondolom az a jó, hogyha átéli, amit igen, csinál. Beszélgessük őszintén, azt javaslom, mert olyan ritka az őszinte beszélgetés, Jimmy, nem? Hát igen, ezek, de valamilyen szinten, valamiért az emberek, vagy úgy érezzük, hogy rákényszerülünk, nem hiszem. Én legalábbis néha kegyetlenül is tudok őszinte lenni. Ami a kegyetlenség azt szerintem abban merül ki, hogy az őszinteség annak, szerintem annak fáj, aki ezt nem viseli el, tehát a hazugságba akar élni. Tehát remélem azért ez nem mindig lesz probléma. De mi nem akarunk hazugságban élni, úgyhogy ezek a nóták mind az őszinteségről szólnak, tehát mint tudjuk, tehát nem csak a szeretetről. Tudod, az igazság, hogyha beleszólhatok ilyen udvariatlanul, ne haragudjál, hogy ettől veszélyes is ez egy kicsit, mert az ember ilyenkor, gondolom a Jim is így van vele, hogy kiadja magát. Ami persze nem baj, mert ezek a dalok is, amik itt vannak, mind a 13, ez valamihez kötődik, megtörtént. Csak a bátor ezek emberek adják ki magukat, hidd el. Szóval nagyon megtörténtek, mindegyik dal megtörtént, valamiért, valamikor, valahol, és megírtam, hogy figyelnem is kell rá, hogy kigyanakszik, hogy ezt most mi írtam. Igen, szóval ez amire egy író, nem? Amikor megírja azokat a figurákat, akikkel szembe jött, vagy szembe álmodta magát bizonyos dolgokba. Te miről szoktál álmodni, Jimmy? Rossz álmai vannak. Ha álmodom, akkor... Hát én inkább, szóval megpróbálok reálisan élni, tehát mindenekelőtt a három fiam, ami nagyon lényeges, hogy az Isten adjon hozzá időt és erőt, hogy én föl tudjam nevelni a 3 éves kicsit, meg még a 14 éves középsőt, a 20 éves nagyot tovább. De azt hiszem, hogy szóval semmiképpen nem élek otthon semmiféle smile, semmiféle külön világba. Hagyom, hogy sodródjanak az érzelmeim, sodródjon, ami belőlem jön a gyerekeimbe. Tehát nem csak a géneimbe örököljék, hanem amiben élnek. Ők látják azt, hogy nagyon kemény vagyok. Tehát időzőleg kemény. Tehát olyan bárány, aki, hogyha kell, akkor farkast le tudja győzni. Tudod? Sajnos, ha reálisan gondolkozunk, akkor ez vesz körbe. Most én ezen úgy próbálok segíteni, hogy lehetőséget adok magamnak, hogy az emberekhez, ez nagyon lényeges dolog, hogy én nem, ez biztos látod, hogy és én bár elmondom médiában, én 10 televízió meghívásba elfogok 5-öt. Ezt komolyan mondom neked, 5-öt fogadok el. Tehát nem azért, van az, hogy én nem folyok a csapból is, mert nem, Jimmy, nagyon kedves rajongók szoktak, hogy hát drága művész, hogy Jimmy, nagyon ritkán látunk. Én nem találom azt értelmét, hogy én minden állon és minden szinte, állandóan ott lihegek a monitor előtt. Én elmegyek a közönséghez. Tehát minden évben csinálok koncerteket. Addig, amíg meghallgatnak. Tehát amíg érzem, hogy jó szaga van, eljönnek és kíváncsiak rá. Most amikor fölmegyek a színpadra, tudod, szem elolt, becsuk, és a szívemet adom. Tehát itt jön, ami nagyon-nagyon lényeges, hogy az ember miről ír, amiben hisz, vagy nem. Ugyanis ha nem hisz benne, csak valami bizniszből megírja, azt ma már senki nem eszi meg. Az ma már senkinek nem kell. Tehát ma már ez a mű átverések nem mennek. Szerintem mi ilyenek vagyunk, amilyennek adjuk magunkat. Ő ezt írta, én ezért is választottam azt, hogy interpretálja ő. Tehát interpretálja, figyeld már, mi a habiszti domabat. Tehát énekelje ő el, ez hiteles lesz. Ő benne nem kell keresni a 4,5 oktávot, nem kell benne keresni azt, hogy most ő a vértorok, meg stb. Tehát hogyha esetleg fölkészülnek emberkék, hogy most elkezdi zsűrizni, nem erről szól. Azt kellene megérteni, hogy akar valamit ő is mondani. Hiszen ha valaki, és én azt mondtam, hogy ha eljut ez az anyag az emberekhez, tehát hogyha eljut, sajnos nem tudjuk megtenni, mert ez akkor van a fenkölt, ha meg tudnám tenni azt, hogy már annyira tele vagyok lével,
Én azt mondom, hogy 100 000 példányt is szétosztogatott, tudod? Mert ezt nem tudjuk megtenni. Ezért van az, hogy végül is kell a kiadó, aki kiadja, és stb. Stb. Ez most nem akarok ebbe belemenni. De szívem szerint azt tenném, tudod, hogy tessék, itt van. Meg kell hallgatni, hogy erről, tehát mindenképpen arról akarok írni, amit a legjobban szeretünk az életben, a feelinget, az, hogy jó hazamenni. Nem feltétlenül mindig jó, azt az ember egyszer átép azon, hogy mindig máshova, minden éjszakában be kell állni, zsongani, stb. És ha ez így történne, akkor egymással szembe is másképpen élnénk. Tudod, az autóban, az úton, másképpen reagálnak rá egymást, gondolom én. Összemosolyognának a kocsiba az emberek egymással, és nem marháznák egymást. Te, én nem is akarok átmenni a te szakmádba, mert ez azt hiszem, most már majdnem mindig ez megkérdezik tőle, hogy nyilván már tökéletesen unalmas számomra is az, hogy is akkor egy rendőr, van az a sztár csináló darab, azt mondom, hogy Miklós Tibiek írták, hogy te most tulajdonképpen, mert már olyan könnyen mondják valakire, hogy sztár, nem? Akit háromszor látok a televízióban, vagy mit tudom én, háromszor elmondtad egy hirdetést, akkor már szupersztár. Aki ugrott, futott 16 másodperc, számára már sztár. Remekül megláthatod a történet, és jó is, hogy ezt beszóltad, mert frankon így van. Érted? Szóval, hogy mi, akkor figyelj, akkor mondd el szerinted, hogy itt mi a probléma? Te nekem... Tehát azért ez egyszer nevetséges valahol, vagy igen. Szomorú. Az én gondolatomban még mindig nem a média csinálja a sztárt. Tudod, nagyon sokáig volt egy olyan dilemma, hogy nem érdekes, mennyi lemeze fogy el, az a lényeg, hogy a csapból ő folyjon, és akkor sztár lesz. Hát ezt lehet, hogy egy pár szerkesztő még ezt hiszi, de ez nem jön be. Nézd meg, hogy televízió, ugye most már gondolkoznak, hogy ez a műsor leves, nem kell, mert nem nézik. Ugyanez van a CD-knél is. Szerintem az a sztár, aki a közönség azt mondja, hogy sztár. És nem én, nem te, nem ő, hanem a mi. Persze te, persze én, persze ő, tehát a közönség azt mondja, hogy a sztár. Nem fegyelen hiszem azt, hogy mert a médiában lihegy, mint az iramszalvas, érted, éjjel-nappal ott van, és ettől most már sztár lesz. Ez valóság. Tehát akkor ez mitől? Az én gondolatomban az a sztár, aki azt mondja, hogy ő a sztár. Nekünk kell. Ezt meg csak úgy lehet lemérni, hogyha ha a példány számad és a koncertre eljönnek. Hát kézzel fölkészül. Már 6 órakor a szívét öltözteti, igen, hogy megyek koncertre. Ez micsoda beruházás, az anyag, ugye anyagilag is. Készülni kell rá, majd haza kell menni. Csak azért azt tudni kell, hogy 6 órakor már ő is öltözteti a szívét, mert én ezt láttam, amikor próbálunk, és soha nem 8-kor kezdődik a buli. Az nem 8-kor kezdődik nálunk, már 6 órakor ott keményen meló van. Ott is volt lélek, aki ezt megérte. Milyen érdekes, így van. És milyen ember volt azért? Az se volt egy puha ember. Bizony. Azért berepülő pilóta volt, tudod, biztos sportrepülő. És látod, hogy milyen meleg volt a szíve, mert azért rajta sem ez látszik, mert azért egy kemény, húzós, válas, kemény fickónak tűz, te pedig azért egy nagyon, nagyon fontos, beosztás, tényleg ember vagy, és te se kinevezett sztár vagy, mert ki lehet nevezni egy főhadnagyot, ki lehet nevezni egy dandártábornokot, de nem lehet kinevezni azt, hogy Komáromi Pista, pedig ő a sztár, ő az énekes, ezért meg kell harcolni. Ha megengeditek, akkor egy nagyon picikét, én már aztán főleg nem szoktam vele az ő pályáról, mert abszolút nem szoktam vele, nem is, hát úgy érdekel, nem, mindegy. Nem rontjuk el hangulatot. Én egy pillanatra kitérnék. Te képzeld el, hogy ugye Pest megye rendőr főkapitánya. Nem vadászik, nem teniszezik, nem bim-bum, csicsúd, tudod, divatos történetek. Az a megy, és megy a kis vackába, érted, és elkezd bingyulizni a zongorán. És a végén kiderül, hogy a Manusnak van egy ilyen lelke, érted? Ilyenekről énekel. Most, hogyha van egy, ugye, mert hát a bűnügyekkel óhatatlanul foglalkozik. Mint szól ez a Manus? Szerinted nem tud reálisabb lenni egy eseménynél? Melyik tud reálisabban gondolkozni, hogy hatalmas lelke van, vagy a kézé, habikuszté? Nem? Szóval, de. Tehát amikor nyomozok, a lélek az agyat is segíti. Tehát nem egy pitbullként, érted? Hanem pitbull, te ész, a lelke diktál. És ebben lehet határozott, mert ő neki az a dolga, hogy határozott legyen, hogy engem védjen meg, érted? Tehát téged védjen meg, hogy az utcán, ha lehet, akkor ne legyen pippa puf. Tehát annyiba kapcsolódnék. Kéne az ongoraleckéket benadni. Annyira kapcsolódnék ezt, hogy bármilyen felderítő munkában, nagyon-nagyon fontos az, hogy az ember megértse a másik felet.
Tehát kell egyfajta empátiás készségnek lenni. Na most valahol az ilyenféle dalokban, az ilyen mélyérzési dalokban, amikor ott a Jimmy is szokott írni, meg énekelni, ebben óriási empátia van. Na most az empátiás készséget még a nyomozó iskolában is tanítják pszichológiából. Tehát itt valahol ezek a dolgok, ezek a beleélő képességek, ezek... Lehet, hogy a Jimmynek másodás volna kéne menni ilyen vizsgálótisztnek, nem? Ha nem is rendőrnek, semmiképpen... Bevallanának. Nekem volt egy olyan helyettesem, a Horváth Andris, kérlek szépen, akit nagyon szerettem, lehet, hogy ismered is névről, nem olyan régen ment nyugdíjba, aki messzeföldön tudták, hogy egy vérzsarú, annyira... Mindenki azt mondta, hogy erre kellene menni, mert minden, és ő ilyen ösztönös, így megérezte, és ő beleszólta, nem gyerekek, arra megyünk, és neki lett igaza. Én azt hiszem, lelki pszichológiát azt én úgy érzem, hogy picit érzem az embereknek a... Igen, nagyon sokat találkoztál emberekkel, szóval... Nagyon sokat. Neked mi a véleményed? Két dolgot, mert az idő förtelmesen múlik, és mivel én döntöm el az időt, ezért már... Életveszélyben vagyok, mert már jó 10 percet túl vagyunk azon, amit megbeszéltünk. De mindenképpen szeretnék két rövid definíciót a szeretetről. Hogy neked mit jelent ez a szó? Nagyon röviden mindent. Én szerintem nem hiszem, hogy ki kellene ezt fejtenem. Mindent, most is ugye készítem az új lemezemet. Semmilyen szinten, semmiért sem térek el ettől, hogy én tovább is ezt a dolgot, tehát az emberek lelkével foglalkozzam. Mindent, tehát a szeretet az mindent. Az, hogy itt vagyok veled, hogy itt vagyunk, hogy beszélgetünk, hogy happy van, hogy te csúsztatsz, válasz, bármit érted, plusz még potyinázom majd az antennának, stb. Ez a szeretete, roppant egyszerű. És igazából nincs benne nagy vasszizdászot, tehát azon kívül, hogy leültünk. Igen, a szeretet mindig egyszerű. Pista? Nekem a szeretet a másikat jelenti. A másikat. Egy kicsit törvelve, fel is kilét szíves. Igen, a feleséged... Akkor csúszunk megint. Értem én ezt. Mindig azt jelenti, tehát nem magadat, tehát aki önmagát szereti, az nem szeret igazából. Én azzal szeretem önmagamat, hogy a másikat szeretem. Én mindenképpen avval szeretném zárni, ezt legszívesebb reggelig beszélgetnék hölgyeim és uraimmal, a két barátommal, de mindenképpen azzal szeretném zárni, illetve több dologgal szeretném zárni. Először is, hogy vegyék meg ezt a kazettát, nem azért, mert egy forint haszon nincs vele a Jimmynek. Tanúsítjuk. Hisz, ezt a Jimmy elmondta ma, és nem tudom, most itt elmondta, de már nem emlékszem rá, de teljes vér ingyen csináltad barátságban, tehát hogyha most 10 000 darab lesz eladva, vagy 100 000, ebből neked semmi haszon nincsen. Gondolom István, te sem azért csináltad, hogy ebből te meggazdagodjál, hisz van rendes tisztességes fizetésed. Ez nekünk, embereknek, civil embereknek lesz jó, hisz kimossa a szívünkből ezt a sok-sok keménységet, meg ezt a sok-sok smogot, amit most belerak a mai világ. És még egyet a végén, hogy bár olimpiai bajnokokat szoktunk megkoronázni, vagy a nyakukba akasztani ezt a mi aranyérünket, engedd meg, hogy tiszta szívemből. Én tudom, nem akartam mondani azt, hogy te 5-ből, te nem 5-ből, nem 10-ből 5-öt, hanem te 10-ből egyet sem nagyon válasz el. Mi beszélgettünk, és te barátom vagy, és te eljöttél. Talán a kedvemért, és talán ezt átadhatom a nézőknek is. A Pista is talán a kedvünkért jött el, mert úgy érzi, hogy itt mi szeretettel várunk mindenkit. És engedjétek meg azt, hogy örök emlékként lehet, hogy lesz még nagyobb díjatok, neked már nyilván volt is sokkal több, de lehet, hogy az életedben még lesznek olyan pillanatok, amikor jó lesz visszagondolni, ránézni erre az élemre, amit én és a mi nézőink és a mi csapatunk tiszta szívből neked, István, neked át akar adni. Bár sem olimpiai, sem világbajnokok nem vagytok, a mi szívünk bajnokai vagytok. Oké? Okay? Úgyhogy mielőtt elbúcsúznánk tőletek és a kedves nézőktől, engedjétek meg, hogy ezt az érmet a nyakatokba akasszam, és jusson erről eszetekbe az, hogy szeretünk titeket, és ti is szeressetek mindenkit, sosem múljon el ez az érzés se belőletek. A díszhelyen fogjuk tartani, vagy legalábbis. És köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönöm szépen. Én. Nagyon sok sikert kívánok neked a munkádban is, és nagyon sok sikert kívánok az éneklésben is. És a számomra mindig igaz testvérem, és igaz jó barátom leszel, és köszönöm. Mindig is maradsz.
Köszönöm, hogy eljöttetek. Hölgyeim és uraim, nem tudom, hogy látható-e vagyok itt ebben a kamerában. Majd megoldódik talán, de biztos, hogy majd igen, most ebben vagyok látható, hogyha megoldódik, igen. És még egyszer csak annyit, hogy 11 óra múlt 7 perccel, elnézést a sok csúszkálásért, de Jimmy-t és Komáromi Pistit nem szívesen engedjük el a Magyar ATV stúdiójából, és reméljük, hogy nem utoljára találkoztunk itt. Jó éjszakát kívánok! Nézzenek tovább minket! Nézd le rám, segíts nekem.